Vietnám, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán! Hát kifelé jelentkezik a következő csodálatos videó, amely szerintem tök jó, hogy most már nem kell bóckodni azzal, hogy éjszaka van, vagy nappal van, vagy ilyesmi, mert igazából van annyi időnk, mint az állat. Rájöttem egyébként, hogy egy dolog probléma van, hogy oké, hogy van kajám, de piám az meg nagyon nincsen, ugye? Néha miért nem mutatja az izéket? Hogy miért nem mutatja a jó, mert aha, itt van. Food, water-t is ad. Jó, így eszünk egy ilyet. Meg azt hiszem, hogy... Food, ezt nem ad, ezt nem ad. Jó, oké, lett egy kis water-ünk. Lehet, hogy kell vennünk vizet, mert hogy igaz, hogy itt föl... Gyerekek, mit csináltam? Ott kivettem egy blokkot. Gyerekek, mit csináltam? Nincsen felupgrade-elve, azt rosszul néz... Nyúlsz valamiért, azt már baj van. Ja, mindegy, nem akartam volna ezt meginni, de megisszuk, mert szomjasak vagyunk, mind az istennyira. Elmegyünk-e ültetni. Tök jó, most már be van rendezve ez a dolog. Nagyon örülök neki, hogy... Oké, hogy így néz ki a bázis, azt majd valamit teszünk ellene. Yeah, imádom, hogy jönnek a zombik, komolyan mondom, gyertek ide, barátaim! Ha elövök egyet a levegőbe, vagy valami, nagyon jók vagytok. Free XP, gyerekek, free XP, ne vicceljé. Legalább kipróbáljuk az új Vapor, vagyis nem új Vapor, hanem új erőnket. Már izénk van. Maxi izén vagyunk, erőn. Hát... No comment, no comment. Ja, maxi erőn vagyunk, ugye? Egyébként mi újság van, srácok? Minden oké van. A Johnnyhöz kell mennünk? Ja, mert nem adtuk le a küldetést. Oh, tojást azt kell szereznünk, gyerekek. Töménytelen mennyiségben. Mi volt ez a hörgés? Nem is látok senkit. Várj, a beceklev, az hol van a beceklev? Te a beceklevet, azt hol hagytam el? Gyerekek, hol a beceklev? Ja nem, azt a Jenny-nél hagytam a biciklimet. Ott a biciklije. Jó van. Ott hagytam a Jenny-nél. Hát ugye, gyalog jöttünk haza. Be voltunk rugva. Jenny nem engedett be minket, hiába ütöttük a falat. Ja, most már tök jó egyébként, most már egy kicsit jobban érzem magam. Olyan szempontból, hogy biztosabbra érzem így a kalandozásainkat. Így van valahol a becekle. A Jenny! Tegnap kizártál? Rá fogsz cseszni? Egyébként elmehetnénk a cuccaimért is, de nem nagyon sürgős egyelőre. Hanem lehet, hogy rá kéne menni a tier 2-es questekre, tier 2-es questekre. Szia, cica! Mi újságban mondjál valamit, hogy rohadjál meg? Én lehet, hogy erre fogunk rámenni, hogy ilyen minél többet tanuljak, nem? A műszerész vizsgát is letesszük, tessék. Nem tanultunk semmit, hát mondjuk ez nem nagyon kell. Jó, hát ez jó volt. Oké, okay. Hello, mi újság? Adsz el valami küldetést, vagy nem adsz el valami küldetést? Tier 2-es küldetések jöhetnek, babám. Van egy 228 méterre, már indul a kis testvérem, nincsen semmi probléma. Cica-mica, jövök vissza, nehogy kizárjál, mert be fogom törni az ajtót. Na, hol van a bicikli? Jaj, elnézést. Miatt? Ott megvan egy airdrop. Figyeled valahol? Olyan messzi? Figyeld, ott van fönn, hát nagyon messze van. Te ez most dobta. Egyébként arra meg még nem jártam. Arra meg az izgalmas lenne, hogy elmenni az airdroppért. Már csak azért is, mert arra még nem jártam. Ugye az a bal oldalra tőlünk, ez így full ki van esve. Ugye innen gyűjtünk. Hát... Opa. Opa. Na jó, lehet, hogy megnézem ott a hegyekbe mi van. A hír végén majd felmegyek a hegyekbe. A menetbe leteszem a kezembe. Jaj, nem, ne haragudjatok, komolyan nem csinálunk ilyet. Nem megyünk föl a hegyekbe. Bocsánat egyébként, tényleg nagyon hülye vagyok ma. Megen, bírom ezeket, tök jó egyébként, annyira jó, nyugtató játszani a Seven Days to Die-ja. Rájöttem. Mármint így... Mármint így tök kellemes. Hello, hello, mi újság van? Gyurúk, bazze! Haverod benn van, csajt bezártad a izébe? Szökvénybe? Hát, ember, hát mit csináltál? Ennyi volt a gyúrás? Testvérem. Van fejlámpánk, nem ártana használni. Mindent fölveszünk. Igen, mindent fölveszünk.
A Murky Water-t fölvesszük. A Murky Water-t fölvesszük. Egyébként legjobban tudod, minek örülnék meg most? Kávé magnak. Ott a cső! Hallod, ilyen boldogság van, máma. Úgy látom, hogy minden lesz. Nem fogok szérverni semmit. Azért annyira nem vagyunk kópék még. Viszont egy olyan csavarkulcs az jó lenne, úgyhogy néha kéne nyüstölni a csajt, hogy adjon belőle valamit. Meg kéne nézni, milyen cuccai vannak, azt lehet, hogy rá kéne nézni néha, hogy mit tud nekünk eladni. Mi történt itt, gyerekek? Hát kibontottátok? Ajjaj, a kutya fölébredt. Olyan luftot ütöttem a kutyára. Anyukám! Hát te nem mindig rosszul jelzel. Figyelj, egyszer lennék kedves, azt nem lenne ilyen probléma, hogy itt mindig ez a... Mindig ez az agresszivitás. Az azt hiszi, hogy a félre vagyok, azt hazaértem a kocsmába szerintem reggel. Ami 13 óra van, tudom. Figyelj, erre rálépek. Már nyugtalanok. Fuck yeah, egyébként. Mindenkinek ajánlom ezt a buzogány témát. Buzi buzogány, mert ennél jobb. Jó, én értem, én biztos jó a lőfegyvere is, de tök jó, mert nem, nincs izé. Nincsen, nem kell skuló bele, ugye. Nem kell ammó. Konkrétan végtelen ideig tudsz ütni. Nem kell gondolkodnod az ammóról. Hello, hello, valaki van itt? Ilyen virágokat én leviszök, mert ez szép lesz tőle az izé. Komolyan, ezt nem hülyéskedek. Szeretném, hogy szép legyen a... Szép legyen a... Muter! Nem voltam a kocsmába, hát ígérem, mondtam. Hát a rossz sem nem megye meg, hogy ezek mindig ezt csinálják, hogy elém ugranak. Figyeljetek, cserepes virágokat nem viszont haza. De ez nem vicc, én akarok ezen decoration csinálni, szép legyen a hely. Na. Gyere elő, testvérem, ha már egyszer morgatod magad. Jó van. Hogy volt, ki tudtad volna nyitni azt az ajtót, te? Szömed álljon meg. Piros ruhában volt a csaj, és egyébként ha piros ruhában volt a penna, piros a bogyogója is. Nem vicc. Nem viccőtem. Ennek egyik se ismeri, ott a kerencse. Ott volt a kerlincs. Tudnál vele működni, nem kéne szétvenned az egész mizét, kücót. Na, itt valaki esetleg még bepróbálkozik a képernek. Egyébként az is nagyon jó, hogy töltődik az a HP-d. Úristen! Úristen! A rendőr annak vége? A rendőr a legnagyobb szívesebb a játékban szerintem, hogy egyenlőre. Na még hányszor is jelek hátba, gyerek? Alú, kincses térkép, de jó! De jó, kincses térkép! Kincses térkép! Oda nézz, ott van a izé! More damage! Stone-ra! Juhu! Azt már a keeper rá is rakja! Ugye? Ugye? Tudja a keeper, hogy ezt rá kell rakni? De figyelj rá! Csak ezt benne hagyjam! Ne! Jaj, de jó, hogy 27 valameddig csinálta! Hát a rossz se megye meg, hogy kell rárakni? Bazze! Mit kell, rá kell húzni, vagy mi? Oda rá kell húzni, na. Jaj. Bazd, majdnem leszkrepeltem. Pesztoly, meg minden van itt. Nagyon jó. Ez meg mire jó? Ezt fel tudom upgrade-elni olyan millivaporre, vagy túra, ami hosszú izaja, nyele van, vagy pengéje. Hát nehogy ám arra föl tudjam upgrade-elni, vagy rakni, ami nekem jó lenne. Ugye erre nem tudom fölrakni. De, föl tudom. És ez mi lesz? Fölgyújtja az áldozatot? Azt a böcsár! Ne vicceljél! Hallod? Lángos képű lett a csávó. Lángos képű a babám.
Nálunk tudjátok, mire mondják? Tudom, hogy egy csomó helyen... Oda, ötös pisztoly. Tudom, hogy egy csomó helyen lángos képűnek nevezitek a csajokat. Nálunk, mármint az olyan csajokat, akiknek lángos képe van, gondolom, tudjátok, hogy mi az a lángos képű csaj. Nálunk nem lángos képű volt elterjedve, hanem pogácsalva képű. Tudjátok, milyen az a pogácsalva képű? Ne is akarjátok megtudni, nem jó. Na, valahogy ki kéne jutni, mert várjál. Valami még mutat, hogy hol kell megtalálnom micsodát. Valahol. Erre csörög a dió, arra meg a magyaró. Itt. Meg is van. Még szerencse. Na! Azt a lootot, azt lehet, hogy megnézi a keeper. Mondjuk ezt az ajtót meg kinyithattam volna én is. Nem ilyen barbár módon neki megyek, mint a tót az anyjának. Ezt nem tudom kinyitni, hol van a kulcs? Úgy utálom, hogy nincs kulcs. Sehol semmi kulcs, mi izé, le kell mennem a pöncébe, meg én biztos van egyébként, csak keeper izé, béna, mint vak, meg béna, meg minden is. Na, meg kéne nézni azt az airdropot, ha már egyszer ottan leesett valahova, ugye? Jaj, egyébként alig várom, hogy izé, kraftoljak. Nekem a kraftolásom lett most a izé, a hangsúly, azt imádom. Figyeljetek, hogy be driftelem a biciklit. Súú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 ú
Hegyvidéki területre tévedünk. Egyébként nagyon nagy képű vagyok, nem, hogy ilyen nagyon lazán játszom, azt hiszem, hogy én vagyok már itt a Jani. Aztán közben meg nem. 460 méter, gyerekjáték. Erre nem is voltam, egyébként kicsit bánom, hogy nem itt telepettem le. Nekem nagyon tetszenek, hogy itt ilyen hegyvidékes környék van. Bár itt meg nem egyenes a telep. Terep. Úgyhogy nem probléma, no probléma. Nincsen valami italom? Ezt meg hogy kell júzolni? Aha, el tudom olvasni. Hát az... Várja, milyen tea ez? Mit ad? Water 24. Leszállunk, aztán használom. Meg akkor már ezt megtanuljuk. Rédelem, aztán elfogadjuk. És akkor treasure-t, mutatja a treasure-t. És itt van mellette a treasure. A faszt? Jó messze van. A treasure-t ki kéne izélni. Hey, a bicikli. Úgyhogy treasure hunting lesz, gyerekek. Hú, ez nagyon jó fajta ital volt. Ezt megittam. Ilyeneket kéne termeszteni, nem? Ilyen cucli-muclikat, aztán akkor nagyon jó, nagyon jó finom italom tudnék kiszogatni. Itt meg mi van? Épület? Szeretek így elkalandozni, mert megismerek új helyeket. Figyelj, milyen amerikás zászló volt kint. Ubaze Ford Concept. Hallod, ez valami nagyon kemény hely. Legszívesebben kipucolnám. Ki tudnánk? Neki menjünk, gyerekek, kipucoljuk ezt a helyet. Mi ez a Ford Concept? Nagyon szeressük, nagyon szeressük az ilyen dolgokat. Áj, az így, az nem, az nem. Mennyire lehet eladni, esózni? Semennyire? Akkor ez megy a scrapbe. Bocsánatot kérek, mining az jöhet. Sniping mehet, ez is mehet. Meg ez is mehet, kétszer is. Pine Machine Gun tudok 3-as szintet csinálni. Egyébként ezek a tipikus trash cuccok, nem? Úgyhogy ezek full nem kellenének. Ja, így le lehet lokolni, hogy mit nem akarsz kirakni, vagy kidobni, tök jó. Hát én megnézem ezt a katonai bázist. Hát csak nem lesz olyan kemény, hát... Szerintem elég kemények vagyunk mi. A treasure-t is... azt is jó lenne. Gyerekek, hát... Bekukkancsunk? Hát, kemény vagyok, mint a Rambo 3, nem? Figyeld, most meg ma... Lángol a felszerelésem is. Na, álljunk neki. Hű, öcsém, az ajtó javába. Zárva van. Egyébként nagyon durván, jó, nagyon kemények vagyunk. Meg nagyon túl vagyunk terhelve.
Van egy modifikáció, ugye, amelyik adna, hogyha ruhába beleraknám, ilyen izét, zsebet. Úgyhogy ezt mindjárt rá is kéne nézni. Elvileg azt akármilyen ruhába, mostani ruhámba is bele tudnám faszírozni, gyerekek. Ide, modi. És akkor ez van nagyon jó. Már ezért megérte, gyerekek, nem mondom nektek. Komolyan. Ami olyan jó, mondjuk ilyen hülyeségeket lehet, hogy most nem kéne egy magammal vinni. Ami jó, most tudom, megígértem, hogy nem dobok ki semmit, de az nagyon izai volt. Nyilazni nem fogok, úgyhogy az megy a levesbe. Hallod, négy csont. Jó, nem dobom ki a négy csontot, de megeszek egy ilyet, jó? Csirkefarhátod, vagy mit tudom én mi ez. Nagyon jó vagyunk. Imádom. Hol menjünk be. Hello, hello, van itt valaki? Hű, fötámadtak a ízek népek. Ezt nagyon is ütöttem. Fejre kell nagyon ütni, azt akkor jók vagyunk. Meg volt. Meg volt. Ja, ezek nem voltak meg. Hű, kigyulladt töcsém. Az kamény, nem? És lehet, hogy én is fel tud gyújtani. Kinézem belőle. Föl lehetne venni a székeket, gyerekek. Na, ilyen izét is, ilyen kabinátet, vagy nem tudom, mit is tudnék csinálni, az jó lenne. Nem veszünk fel székeket, vizet esetleg. Meg itt ezt megnézzük. Az a baj, nem tudom, merre lehet a főút itt. Szerintem elcseszem az időt, nehogy a baj legyen. Ez egy 4 és feles nehézségi szintű dolog. Hoppá. Megúsztuk. Ez csak akkor ma leproccolhat a csávon. Ez milyen a hang? És akkor fölgyújtja, tehát igazából ennyi dolgot tud nekem adni pluszba. Szóval nem egy nagy eresztés. Nem egy világ megváltó dolog ez a fölgyújtó dolog. Inkább egy ilyen stadoló lehet jobb lenne. Tudod, amelyik, mit tudom én, ilyen ráz, vagy valami. És én ezeket meg itt a fürdőbe vagyok köverni. Föl is gyullak. Megjött a muter is. Jó, oké, egyébként nem tudom, mennyit sebezett rajtuk ez a tűz, mert nem úgy tűnik, hogy nagyon nagy bajuk lenne. Oda nem menjen vannak, baza, mint a zoroszok. Mellé. Egyébként brutálisak vagyunk, nem? Most tényleg nem az. Nem az, hogy itt a nagy képvisködjek, de ez a vapor. El sem tudom képzelni, hogy egy izét csinálnénk. Egy olyan fegyvert, amelyik vas és hatos. Nem igen sebzi ezeket ez a tűz szerintem. Nem egy nagy eresztés. Meg nem tudom, hogy én belemegyek. Nem sebződök. Úgyhogy az még hiányozna. Meghaltak? Már vagy mi van? Azt? Nagyon lazán nyomom, nem itt? És itt ez jó, az végigjártam, tök jó, de hol van? Hát biztos ott van benne a főút abba a szarba, amelyikbe nem tudunk bemenni. Nagyon jó. Jó, hát akkor konkrétan így végigmentünk mindent fölöslegesen. Van egy darab hely, ahova nem tudunk bemenni. Ide. És ezt cseszhetem. Itt ez levezet valami titkos részre szerintem. Jó, hát akkor ezt cseszheti a képpel. Nem lehet átmenni. Jó, hát akkor itt elcsesztük az időt. Mondjuk egy kis XP-t szereztünk. Mennyi XP? Van elköthető skill pontom? Van egy elköthető skill pontom, megint tök jó. Oké, gyerekek. Jó, nem baj, semmi gond, minden oké van. Én ezt élveztem. Jó, hát... Bazd meg. Izék vannak. Öcsém, hát majdnem nagyon vert. Arra télt be, Zalán van aknázzal. Még jó, hogy mögöttem robbant jó sokkal. Hű.
Hát ez izé, ez meglepő volt. Hallottam kattani valami, mondom, itt valami nem stimmel. Jó, nincs is engem gond. Menjünk haza, vagy... Ja, izé, menjünk a Treasure-höz. 18 óra 2, nem félek éjszaka. Megmondom őszintén, egy cseppet se. Jó, tudom most egyébként, lehet, hogy egy kicsit kellene regenerálódni, de hagyom, hogy regenerálódjon, hogyha nincs nagy baj, akkor nem használom én el a izéket, az egészségügyi csomagokat. Jó lesz az majd máskor. Mert ugye szépen lassan regenerálódunk. Na nézzük ezt a treasure-t, hol van. Tök nem fél, nem tartok attól, hogy mi lesz éjszaka. Annyi lenne jó, hogy Jerryhez azért vissza kéne jutni. Azt úgy adnám. De legalább felfedezzük ezt a részt is, tök jó, nekem tetszik. Oda nézzetek, milyen nagy a látótávolság, azt a betyár, sőt, szerintem látni innen a bázisomat, de mi a fasz ez a... Jó, a hegyek azok nem valami csodálatosan vannak megcsinálva szerintem. Mennyi föl, bazza, nem megy föl. Jó, menj. Rugatom meccseim, oda nézzél, nem tekerek. Az elektronyos az a becakle biztos. Komolyan rúg, mint a disztó, figyelj, de nem tudom látni. Ez az, lendületet szedjé! A frances ember, hát ki csinálta ezt a mapot? A mesterséges intelligencia nem volt a magaslatán a dolgoknak. Ez elbaszom itt az időt, ez a baj, gyerekek. Oh, shit. Ja, ott van lenne a város, és ott lehet látni a... Látni, talán lehet, hogy látni, nem lehet, hogy nem látni. Ó, még olyan messze van. Én meg azt hittem már közel. Olyan nagynak tűnik ez a szar. Jó, van, húzzunk mind a vadlibák, mert ki is kéne ásni, meg haza kéne menni. Jó, legalább mentünk egy karikát. Betávadtunk egy katonai bázist, ami tök jó, csak nem tudtunk bemenni azon az ajtón. Azt hiszem valami tízezres vagy tizen akárhány ezres az ajtó. Nem hiszem, hogy neki kellett volna állnom kőbaltával ütögetni. Meg szerintem a lockpicking se lenne jó, hiába lett volna nálam lockpick. Akkor se tudtam volna kinyitni szerintem, mert a skillünk az nincs rá egy darab se. Ragva. Ja, mutatja a treasure-t, hogy ott van, 200 méterre van még. Jó, van, oké, nincsen semmi gond. És akkor azonban, hogy Jenny már megint ki fog minket zárni, de viszont itt már megint szerintem van valami katonai bázis, vagy valami ott egy ilyen toronyszerű akármi. Jobb oldalunkon. Valami olyasmi, nem tudom mi az. Na, 40 méter. Aztán ási-bási van. Itt van. Itt van, így van elásva a csoda. Na, erre viszont lehet, hogy lett volna modom ott holmi. Jó, vagy semmi gond, gyerekek, kevegyek vagyunk mind a Rambo 3, hamar ásunk. Ugye a mining skillem szerintem az ide is hat, ugye, az a 69, mining 69. Meg azt hiszem, hogy szűkül, ugye? Az is szűkül, mint amikor küldetést csinálsz egy bizonyos idő után. Viszont úgy kéne megkiásnom, hogy azért ki is tudja kijönni belőle. Hogyha esetleg megtámadnak, nehogy megdögöljek itt. Lassan nő a HP-m. Úgyhogy nem aggódok amiatt, hogy most benyomjak egy ilyen egészségügyi csomagot. Egyébként tudjátok, hogy mit nem tapasztalok? Hogy megütnek minket, újabban nem kezdünk el vérezni. Most nem tudom, hogy mi miatt van. Ugye erre az előre pakoltam, meg nem tanulnak be. Nagyon sokszor régen szokott lenni az, hogy ilyen szarrás tanulnak, és akkor így zúg a kép, meg nem tudsz csinálni semmit, ha nem látsz kettőig el, az tök szar szokott lenni. Ja igen, most izé kisebb lett ez a kör szerintem. Aha, jó. Akkor menjünk arra. Mélysége. Fogalmam sincs, milyen mélyen kell ásni. Nagyon régen csináltam ezt is. Hát ebből ugye tök sok pénzt szokott lenni, mit tudom én, ilyen 5-10 ezer értékben is szokott lenni benne lóvé. Az abból ugye azt tudsz azért költekezni elég jól. Gyerünk már! Biztos nem fogom eltalálni egyébként, hogy hol kell ásni, de próbálkozzunk vele. De viszont ebből is tudnék csinálni szerintem már hatosat, nem? Csak lehet, hogy nincs nálam kő. Mi ez? Shower vagy micsoda? Ötöset tudnék bele csinálni, nincs nálam fiber.
Csak nem tudok kimenni se. Mikor az ötös se lehet, hogy jobban haladnék. Szomjasak vagyunk! Nincs nálam pia. Egyébként úgy amon piát soha nem kapok. Várjál, egyén egy fiber. Meg mi kéne? Kéne? Stone meg wood. Semmi nincs nálam? Hát milyen csóróság van itt gyerekek? A rohadt életbe. Egy-két stone kéne. Una stone. Stone legyen, stone. Még mindig mi? Kör egy stone, meg kettő fiber. Ott egy... Legyen benne tojás! A rossz se vegyen meg. Na végre. Raftoljuk le egyet, ezt leszkrepeljük, és akkor ez meg mehet be. Oké. Okay. Talán egy gyorsabban fogunk ásni. Jó, itt ki tudok nyerni, hogyha nagy szar van. Oké, okay, foggalba, és merre kell ásni, vagy bit. De valami csak lesz. Ó, hát mennyiben gyorsabban ás, oda nézzél. Érdemes meg ott megcsinálni. Azért tök jó, mert egyébként feltolod hatosra mindent, ugye? Megtanulsz mindent hatosra. Ha hatosba meg tudod csinálni, akkor onnan már azért nyert ügy van. Na már nincs gondol, ott van a izé, ott a treasure. Mi van? Nem mondod, hogy nekünk nem tudjuk kinyitni, hallod? Szétverni, szét tudom. Nem mondod, hogy ez így működik. Ne, ez régen is így volt. Ne! 5000? Ne! Hát én itt nem vagyok ezt a treasure-t, bazzer. Nem kellett volna lockpick hozzá. Nincsen izé valami olyanunk, ami növeli a mildimist, vagy bármi. Ja, közben jön egy zombi. Szerintem rám is talált. Gyorsan váltunk, addig nem fogok itt figyelgetni, talán meghalljuk, ha jön. Jó, né, ezret levertünk ilyen gyorsan, nincs itt semmi. Hát tudod, bazzer. A csőbb leütöttem a fejét ezzel a szarral. Nem mondod már megint. Mi? Pont most kell jönni egy kazal zombinak, hallod? Hát ez mi a faszobat csinált? Hát ez most komolyan ide kúzva jött. Muszor 50, azért jó lenne, hogy kiverném addig. Kiverném estig. Mert akkor lehet, hogy meghallják a zombik, itt kopálok, aztán nem valószínű, hogy jó, hogyha futnak is ráadásul. Úgyhogy húzzunk már bele. Hát én ezt itt nem hagyom, gyerekek, bazze, komolyan mondom. Ha a biciklit a hátamon kell visszavinni, akkor se. Jó, már több mint fele megvan, ne aggódjatok. Egyébként tök jó, hogy stamina regem, nézd meg. Hogy már nincs az, hogy gyorsabban regenerálódok, mint ahogy fogy, úgyhogy nem kell megállnom pihenni. Ez kőbaltálva. Jó, kell csinálni forge-ot, meg minden szart, nem tudom, hogy azokat megtanultuk-e. Éjszaka lehet, hogy azzal fog foglalatoskodni, hogy nekiállunk akkor ilyen crafting table-t, forge-ot, meg ilyeneket csinálni. És akkor egy kicsit átnézzük, hogy mit tudnánk craftolni. Például jó lenne egy ilyen fém szerszámok, ugye? A maximum az alapanyagokat megveszik a Jenny-nél, meg itt-amott. Jó, a Jenny-nél megint nem kell eladni a küldetést. Megint basszus, nem csinálom küldetést, hanem itt tökör részünk. Jaj, de viszont jobban várom az éjszakát, mert akkor tudok végre. Végre tudunk az éjszaka is tövékenykedni, az nekem nagyon bejövős. Na, mi van ebben? Hallod, de valami hülyeség lesz bele, megőrülök, öcsém. Biztos ilyen arany szokott lenni, tudod, meg ezüst, meg ilyen hülyeségek. Amit el tudsz adni utána. Aj, de jó végre. Egy csomó lőszer, 4000 pénz. Hát igazából annyi, a 4000 pénz, ami leginkább ér valamit, meg kazar lőszer, meg alkotóelem. Csak most meg szarrá vagyunk terve, azt haza kéne menni, beceklivel.
Hova tetted a beceklét? Figyelj, torony iránt hazabiciklizünk, valaki jön, akkor meg hátba vágjuk rá, és váltunk erre a vépőre. De egyébként ezzel nagyon nem tudok rejtőzködni, nem? Ez tök jó, mi az a íze, mi az a... Azt tudod mi? Az ilyen tipikus watchtower, ami ugye szokott lenni az ilyen erdőkben, tudod, hogy erdőtüzet kell figyelnie. Az egy olyan volt. Hát nem nagyon jött össze neki, mert le van égve az egész erdő, úgyhogy nem jó végezte a dolgát. Vaddisznó, várjál! Hol a vaddisznó? Az tök jó lett volna kinyírni, tele van hússal. Elmenekült? Hogy van-e? Gyere ide, vaddisznó! Na? Szétszurkálok, Marisztó! Bossz, ez fökelt! Nem jó, mert pont ott van az a kamera állvány, és nem látom a sarokba, hogy mennyi íze. Viszont tett 30 húsunk, nagyon jó. Nagyon jó. Bassz, itt az élek, ekecselek, érted? Korom sedérben. Úgyhogy nem tudok mozogni, annyira full, szét vagyunk terhelve. Nem is sprintelek. Jó, egyébként nem nagyon parázok, komolyan mondom. Hát jó, egy ilyen horda azért le tudna gyalulni, érted? Figyelj, mi ez? Ja, itt a katonai bázis. Hát ezt lehet, hogy kerüljük. Hogyha nem akarom kilőni magam a holdra. Mármint egy aknával. Jó, szépen elbiciklizünk. Az a lényeg... Aha, ott egy zombi. Ha nagyon fut utánunk, egy zombi agyonütjük. Ott a rókakutya. Ez meg volt. Ez köllött nekem mind a szar a zsebben, de tényleg, köl nekem a kutya. Kutya álmajom. Figyeljük ezt a zombi lényit, aztán ha ránk fut, akkor... Az anyád valaga az! Ha valaz, elkezd tenni a kutyámat. Normális, de tényleg. Hát milyen állapotok vannak itt, öcsém. Hát elkezdi bazd zabálni a kutyámat, te. Hát szerinted izé, én meg majd éhen veszek talán. Tiszta jók. Valaki, mintha azt mondtam volna, akkor támad a madár, amikor nekem van valami bajom, de hát vagyok lehet, hogy van. De csak mentális. Hűvecseim gyerekek, hát rendesen itten megnehezítik a dolgát a kívülnek. Fazzel, meg akarta enni a madaramat. Vagy a rókámat, basszus. De tényleg éjszaka vannak az állatok, úgyhogy ez tök jó. Hát megy be megeltjük a vadászatot is. Nem a legbarátság, a biciklis vadász csávó vagyok én itt. Állatot látunk, rajtam kívül akkor az tüzé van. Az harakiri, agyon verjük gyerekek. Ráváltottam a vépőrömre egyébként, mert az mi, az egy doboz. Majdnem neki mentem. Egy ilyen sárga doboz volt, azt hitte, hogy valamilyen állat. Az a baj, szerintem a városnak a rossz oldalán vagyunk, ugye? Jó sejti a keeper? Úgyhogy akkor kerüljük a város, nem fogom én itt izé bereckírozni, hogy... átbiciklizek a városon. Szódziál! Valaki hereg. Ha nagyon megfut ránk valaki, akkor azt olyan köverni gyerekünk. Nem lehet kizumolni jobban? Finoman biciklizek, ne is rastogjanak a gumik. Ja, ott vagyunk, no probléma. Ott van a piramison már, innen látom a piramidot. A zombi. Egyébként tényleg jól mondta Démo, hogy éjszaka azért el lehet biciklizni. Meg nincs is olyan meleg, kis kellemes idő, holdfény, a romantika. Teljesen jó. És tényleg éjszaka vannak újabb állatok. De ez tök jó meg van csinálva, mert valamilyen szinten, ha nem is olyan nagy, de kockázatot kell vállalnod, hogy ugye kimennyi éjszaka vadászni. Ez tök jó, ezt jól kitalálták. Tök tetszik, az jó ez a megoldás. Becekléről leugrunk. Aztán körülnézünk. Sehol senki, nehogy kövessenek minket. Egyébként ez tök durva, mert világít is ez a szar. De szerintem így
Lehet, hogy nem annyira vagyok hatékony. Látod? Így látszom. Tehát ezzel azért bujócskázni nem kell ezzel a világító hammerrel. Na, kipakoló? Mit akartam? Igen, crafting table, meg ilyesmi. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, tudom, minden bajom van, bazza. Jó, erről le is váltunk. Oké, gyerekek, akkor itt szerintem a kaja... Ja, nem hoztam el a ízét, a lepárlómat. Itt meg állandóan ég a tűz, miért is ne. A két murki voltát azt csináljuk már meg. Ne, itt meg bazza. Te hülye gyerek. Jó, meg itt a murki voltát. Le, fosás ránk jött. Aztán a fosást azt mivel állítom meg, de bazza. Miért nem rakja ide, mindig itt kell válogatni? Ne, ránk jött a fosás, öcsém. Szóval mit tudok csinálni, hogy fosok? Izé, Golden Root te vagy, milyen tököm azt csinálna valamit velem, ami nekem nincsen. Jó van, ott van, ha izé fossá, akkor gyerek. De annyi szerintem, hogy több gyorsabban dehidratálódok, meg akkor olyan szinten is megy le. Szóval azért annyira nem olyan hatalmas nagy probléma. Csak a jövő a teó. Jó van, nem baj! Megbírjuk! Kemények vagyunk, mint a Rambo 3. Na, rakjuk ki a cuccokat, gyerekek, mert itt... Egyébként mindig azt hiszem, hogy rengeteg kajám van, aztán nagyon nagy büdös szartám, gyerekek. Ja, el akartam ütetni a dolgokat. Virágcserepet azt hozott a hülye gyerek. De egyébként van azért kajám, itt is van kajám. Vizem nincsen. Olyan vízlepárlót kellene néhányat csinálni. Kellene itt egy ilyen kialakítani, ilyen industriális kialakítású helyet. Tehát így kéne ilyen, hogy nevezik azokat a dolgokat? Ilyen kisegítő létesítményeket csinálni. Kisegítő iskolát nekem mi? Na, kaja alapanyag. Az van bőven. Egyébként ezt meg ugye már régen akartam ültetni, csak elfelejtettem. Viszont hoztam ilyet, hoztam kávét, kávé az jó. Ezt is hoztam. Rengeteg húsunk van, 72 húsunk van, még jó, hogy nem romlandó. Nem igaz, srácok? Igen, egészségügyhöz kipakol a keeper, ez is oda megy. Egyébként mindig annyi szart összeszed a keeper, hogy utána meg győzzem izajani. Győzzem. Pakolgatni. Viszont mombácsövel meg tudnám javítani azokat a szarokat. Fémhez esetleg valami még, gyerekek? Ez is mehet. Ja, várjál, ezt kell alkalmaznom-e. Itt tesz, hogy... Nem ezt? Azon mit szedtem most föl? Én hülye gyerek. Ezt. És akkor ezzel tudom ugye kipakolni azokat a dolgokat, ami már ott van. Így. Jaj, hát ez jó lenne, hogyha ezt alkalmaznám. Azt akkor nem kellene mindig, ugye? Ezt mindig elfelejtem, ennek van, hát ki ilyen? Nincs. Nem baj. Végigmész. És akkor az ugyanolyan alkatrészeket kirakja. A maradékokat meg esetleg kirakott te. De mondjuk ezeket ki kéne raknom, úgy. Ezekből csak simán össze kell raknom, nem kell semmi hozzá. Fosok. Fosik a csávó, nagyon jó, nagyon baba. Most mi? És onnan kijött, hogy összeszarta magát bazze. Istenem, hogy én nekem ez, ki kellett fognom bazze. Gyerekek. Ezt hol rakjam? Ezeket a növényeket. Ezeket azt köllöttább idehoznom, nem? A kőbe berakjuk ezt. Cementet is valahon találtam. Oké, azt az egészségügyhöz. Hát ezt mindig így elpakolni, gyerekek, hát rendesen. Jó, mert hogyha mindenből lesz, akkor már ugye egy szlotra rakja. A kaja alapanyaghoz ezt ide beszórjuk. Egyébként kéne csinálnom egy csomó húst, aztán nincsen gond, nem? Ilyen, ez meg nálam maradt. Igen. Ezt akkor megisszuk. Ja, vízzel kérem, hogy valamit csinál. Jó, a közben meggyógyulunk. Na, viszont amit akartam. Egy-két dolog. Például Forge. Az nem tudom, hogy nevedik itt. Forge. Mi kell hozzá?
Cobblestone az van, ledőr van, duct tape az nagyon nincs, short pipe az van. Jó, ezt össze kéne mókolni, gyerekek. Meg kéne hozzá mindent szerezni. Oké? Okay? Úgyhogy akkor menjünk végig szépen. Ezt nem lehet így, mit tudom én, hogy ilyen izébe rakod? Te tudod? Ne, erre gondoltam. Trekkelni. Csodálatos. Akkor kell nekünk 5 fragment cobblestone. Jó, megvan. Olyan log az nincsen, viszont bőröm, ugye, egyéb szervesnél van bőrünk, nagyon jó. Duct tape egyéb szervetlennél lesz, de ugye a duct tape-et azt hiszem, hogy lehet csinálni is. Ezen kívül a fémnél már volt ilyenünk. Ezért jó, hogy össze van pakolva, gyerekek. Majdnem megvan minden, izé kellene nekünk. A duct tape-et azt lehet, hogy tudok csinálni, ugye? Szerintem. Igen, ilyenből és glue-ból. A glue az egyéb szervetlennél lehet, hogy van glue-nk, és van rongyunk, ugye, az egyéb szervesnél. Igen, a rongy. Okay. Már is tudunk csinálni duct tape-et, és ebből kell 2 darab, ugye? De viszont nem is tudok többet, azért nagyon sok kell. Mert ugye kell azt hiszem, hogy például ez kell a izéhez is, ahhoz a fém fegyókhoz, úgyhogy ilyet kellene majd csinálnunk, vagy szerezdünk. Oké, okay, és kellene egy log. A logot azt hogy tudom megcsinálni? Ezt tudok csinálni? Wood log. A 10 darab fából tök jó. Megvan. Facuccok. Ne, ez egy sikító zombi, bazd meg. Ez nem biztos, hogy jó lesz. Kettő darab sikítós zombi, gyerekek. Bazd meg. Persze, még egy madár. Esetleg megdög lesz? De miért nem döglenek már? Ha majdnem füvbe raktam, öcsém. Minden baja van a csávónak, öcsém. Hallod, 2 sikító zombi bazán, én nagyon postam. Ez volt a legnagyobb fight eddig a vég. 2 sikító zombi bespawnolt ide mindent. Betegek vagyunk. Fáj a fejünk. A tököm tudja, mi bajunk nincsen. 2 sikító zombi. Ugye a fákjákra jönnek. Valami védelmet ki kell alakítani, mert ez nem lesz jó. Mert ki kell jönnöm, ugye, hogyha lenne védelem, nem kell kijönnöm. És leverném őket, mint vakaporrat, de ez így nagyon nem jó. Úgy gyerekek, ez nagyon kemény volt. Rendesen aggódtam. Én azt hittem végünk van. Komolyan mondom, én azt hittem végünk van. Fú, öcsém, fáj a fejünk, minden mézet is kell ennem. Jaj, de jó, hogy most már vannak azért dolgaim, gyerekek, mert különben nem is tudom, mit csinálnék. Az meg a kajához faragva már a méz, mert annyit van benne, azt szoktam enni. Jó, a méz az meggyógyul. Mi van itten, az el van törve a lábam. Fáj a feje, hát a fasz nem már. Mit kell? Aloe cream, vagy pedig elsősegély. Jó, ennek mi kell? Painkiller. Jó, akkor egészség, egy painkillert. Meg kell egy aloe cream, az meg pont volt. És akkor minden is meggyógyult talán. Oké, meg vagyunk gyógyítva. Szuper! Azt a betyár, gyerekek. Ja, meg kell csinálni a védelmet, gyerekek, holnap. Ez így nem lesz jó, ez így nagyon nem lesz jó. Igen, falogot akartam csinálni. Hú, bazd, hát majdnem megdöglöttük, gyerekek. Komolyan mondom. Azt ugye vágjátok, hogy majdnem itten izé lett kakuk. Jó, meg lesz a forge. Itt akkor itt fogom kialakítani.
Ja, hát azt nem tudom, hogy ez nem volt egy jó ötlet, hogy nem csináltam neki alapot. Hűha gyerekek, várjál ma. Megnézem, hogy nem, most ezt ki kell próbálnom ennél a ládánál, hogyha elveszik, nem veszik el belőle semmi szerintem egyébként. Jó, mert meg kell csinálni, kell csinálni izéket, building blokkokat. Ez itt nem lesz jó, gyerekek. Mert izé van, mert mi van gyerekek, tudjátok mi van, nem mondom, hogy mi van. Hát utána nem tudom, itt meg kéne csinálni ezeket a dolgokat, hogy legalább legyen egy alap. Akármilyen szar blokk is. És azt mit tudom én, felupgrade-eljük fára. Csak hogy legyen, amire lepakolunk, az ne a puszta földre pakoljunk. Azon majdnem megdöglöttem, mi? Sáncok. Egyébként most a staminám mi az anyáért megy le annyira? Ezelőtt bazd, tök bírta. Most mi bajom van? Nézd meg. Nem megy fölfele a stamina. Miért nem megy fölfele a staminám? Valami redukálja? Hát bazd, beszarok neki. Én ezt én nem értem. Figyelj, milyen, hogy megy a stamina fölfele, csak ilyen nagyon lassan. Jó, gondolom ezek a betegségek, majd mindenek beteszik a kaput. Ne oda! Oda. Várjál, ott még ki kell ásnom. Hát is csináltam más már, mert kénomba itt nem tudok. Hú, meg kell csinálni a védelem a gyerekek, mert ez nem lesz jó, valami alapvédelem minimum. Mert ez így éjszaka, az a baj, engem észrevesztek. Ez nem olyan, mintha leássak ott fenn blokk mélyre, azt társítának fölöttem. Ez a fönt lévő épület, ez egy veszélyes játék, gyerekek, úgyhogy ez nem a legbarátébb. Jó, itt még ki kéne ásni egy sort. Hát de mi ez a stamina veszteség? Hát a rossz sem nem ette meg. Ki kell mennem úgy bazza a zombikhoz, hogy fosok. Szó szerint. Nincs valami kávém vagy valami? Ha mindjárt megbolondulok. Egyébként itt van fegyver. Ez. Sőt, ez nem fegyver, hanem ez lőszer. Egyébként az AK-t lehet, hogy magamnál kéne tartanom, mert ez egy nem a legbarátibb dolog, nem? Ilyen szinten lenullázza a staminám ezek a dolgok. Hát akkor viszont mindenképp kell egy AK-t tartanom magamnál, mert nem fogok tudni ütni, ahogy úgy van, tudod. Ezt meg törnöfoljuk, meg megint innom kéne valamit. Hát bocs gyerekek, de nézd meg, hogy megy a stamina le. Hát nem tudok dolgozni. A frances sem bele ebbe. Izé vagyok, szomjas, fosik. Be van körve a keze, ez még gyógyul, vagy a lába. Munka végzésre ki alkalmatlan állapotban van a karakterem. Jó, legalább nem putnak már. Ja, azért egy ilyen jó pár zombival így szembeszállni. Nem biztos, hogy nagyon baráti tud lenni. Szerintem mennyi még egy tíz elég, nem? Ja, úgy nem utána kelljen itt csinálnom alá valamit. Viszont fel is kéne upgrade-elnem minimum fára. Ja, de én már megint fosott, bazze, írja, hogy izé, hogy villog az a szar, oda néz, és fosott egyet. És megint leugrott, bazza, mindjárt szomja halok, hallod? Hát arra sem. Nincs valami olyan gyógyszer, nem, semmi nekem nem használ az. Semmire. Hogy rohadjon meg. Minek nevedik ezt a szart? Dizentri. Nincs olyan, hogy... Egyik se tudja azt. Hát ezt így ki kell bekelned.
összes pialmat megiszom, mert figyeld, folyamatosan dehidratálódok ettől a szartól, hogy ez rajtam van. Már meg kellett írnom bazon azt a rohadt vizet, érted? Egy ilyen hülyeség miatt szopok. De tényleg egy ilyen baki miatt. De legalább lenne valami gyógyítás rá, vagy gyógyszer. Lehet, hogy van, pont az nincsen, érted, de... Ilyen hülye vagyok, komolyan mondom. Na, mérges vagyok magamra. Komolyan. Dühös vagyok magamra. Na jó, ezt fel kell upgrade-elni, mert ez így nem lesz jó. Minimum fára. Nehogy lehessen, érted, vagy mit tudom. Én kiveszem alul a blokkod, vagy akármi, azt széthullik az egész a picsába. Nem, arra nem. Oda belátok? Akkor azt kellene. Úgy. Jó, a fapadló nekem nagyon is tetszik, tökéletes lesz gyerekek ezzel. Nem kell aggódni. Ja, jaj, de jó, végre azért valamit haladunk már. Nem, mérges vagyok magamra, hogy emiatt itt szívok, meg amiatt, hogy majdnem az előbb meghaltam egy ilyen triviális hülyeség miatt. Kettő darab rohadt tízéség, itt a zombit leszpónol rám. A hülye játékja. Na, ez mekkora? Aha, ez kettő. Az jó. Az jó, mert akkor még mellé férhet más is. Sőt, ezt még rakhatnám így is, de nem. Inkább ide rakom. Vagy oda rakjam? Rakjuk ide. Ez itt tök jó. Jaj, de jó. Ebben ugye lehet venni dolgokat, hogy még jobb dolgokat tud csinálni, viszont itt már ugye tudok akkor cementet kiégetni, és a betonhoz mi kell? Hú, mi az? Scope lens. Jaj, micsoda dolgokat lehet. Iron pipe. Jaj, de jó, most már tudok majd ilyeneket csinálni. Ja, cement is kéne. Iron. Fú, de jó lesz. Várja, izé, az betonhoz mi kell? Az mi a beton? Az konkrét? Valami konkrét, ugye? Konkrét mix. Cement kell hozzá, és ezt meg is betonkeverő kell hozzá, az hogy nevezik? Mixer? Az le van lakatolva. Workstation 30-as levelen tudok csinálni? Az nem jó. Viszont ilyen workbenchet, vagy working table, vagy valami ilyesmit, azt tudok csinálni. Úristen, ehhez minden kell, bazza gyerekek. Ez nincs meg. Mechanic parts, meg ilyesmi. Az a csomarkulcs, azt minek nevezik? Olyat nem tudok csinálni. Ilyen. Wrenchet. Mechanic parts. 4 kell. Fú, bazza. Duct tape. Ilyen jó lenne, mert akkor tudok kiszedni dolgokat, ugye. Iron dolgokat látom, még semmit nem tudok csinálni. Ugye itt van, hogy mi kell hozzá. Harvesting tool. De ugye ezek mind könyvekből tanulom meg, gondolom. Workstation. Ugye ezek ilyen könyvekből tanulható. Azok hol vannak? Hogy van ez? Hogy van ez? Itt van. És akkor itt ebbe kell lenni egy. Ezek azok, amiket könyvekből. Crafting. Itt vannak a crafting skillek. Aha. Jaj, de jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. És akkor itt így unlockolódnak. Szuper. De akkor ezek viszont csak könyvekből, ugye? Javító készlet. Viszont izét azt tudnék csinálni. Már kalapácsot. Ezeket tök jó, hogy átnézem, bocs. De mi ez? Tudok ilyet? Wrenchet. És csak nincs meg hozzá az alkotó eszem. Aha. Jó, semmi gond. És jó, gondolom ezek gyorsabban szeret szét. Ez nem érdekel, blade-ek, tök jó, mert ilyet találtam, club, az nem érdekel, viszont egy ilyet azt lehet, hogy össze kéne húzni, gyerekek, egy ilyet össze kéne hozni, lehet, hogy jobb, mint a mostanim, bow-ok nem érdekelnek, bár lehet, hogy nagy szinten tök jó, kézi fegyverek, shotgun-ok, azért egy ilyen autó shotgun, az biztos adja, rifle, machine gun-ok,
Aha, Tactical Assault, M6 fanos. És robbanó anyagok. Aha, armorok. Primitive armor, nagyobb szintűt tudnék, mint most. Foodok. Ha tudok ilyet. Ja, itt vannak, hogy miket tudok. Ennél a skillnél. Aha. Szuper. Na, az ilyen szídek. Tök jó. Várjál, valamit nézek, hogy... Akkor tudok belőle már szídet csinálni, ugye? 5-ből tudok egyet. Az jó, az jó. Akkor az gyűjteni kéne, lehet, hogy nem kéne megfőzni kávénak, inkább akkor későbbre gondolkoznak. Jó, itt egyelőre most nem kezdek én itt ironokat csinálni, meg ilyeneket. De az a lényeg, hogy most már azért neki fogunk tudni állni. Ez így szerintem tök jó. A kézkaja, pia, figyelj, hát nem tudom, eszeg valamit. Mert... Az a gond, hogy valószínűleg, hogy ki kell sütni ezeket a busokat. Mert nagyon nincsen más. Nincsen, nem tudok más csinálni. Bocs, gyerekek, ezt ki fogom sütni. Hadd süljön. Viszont annyit csinálunk, hogy pillanat, mert már vagyunk itt függve mindenre is, hogy ezt a kettő darab ilyent, meg ebből kettő darabot kiviszek, és ezt el fogom ültetni már most. Igen, rengeteg dolog kell még a kraftolási mizériába, és lehet, hogy az kéne tényleg, hogy a küldetésekre ráfüggni, viszont itt valamit kell csinálnom, mert ezzel nem fogok kibékülni ér itt. Úgyhogy egyelőre mit is akartam csinálni? Álljál meg! Elültetem ezt a két szart, mert már idegesít, hogy ezt nem csinálom, és akkor majd valamikor ki fog nőni. Nem tudom, majd kérek kialakítanom egy kertet magamnak. Ezek mi, hogy tástak? Nem. Kéne kialakítanom egy kertet magamnak. Mondjuk, valahol ide. Tényleg komolyan, egy rendes kertet. Jó. Csináljunk egy kertet. Úgy a védelmi bázison kívül kellene, ugye? Itt valószínűleg még lesz védelmi bíz, úgyhogy az... Mindenképpen kijebb. Úgyhogy valahova ide gondoltam. Ezt a kettőt lerakjuk. Figyelj, ki kéne ütni egy izét, nem? Hogy menjen magasra? Várjál, valamit hadd nézzek meg. Nincsen izé? Wood kerítés. Ilyen sima kerítés. Ah, itt van ez mi? Ez az? Ez mekkora bazd meg? Shooters, mi ez franc? Ez ilyen valami kerítésre gondoltam. Ez ilyen palánk? Na vélem ilyesmire gondoltam, ez nekem tetszik. Ja nem, ez egy ilyen ablak. A picsába. Hát akkor ezt basszatom. Nem, egy ilyen rendes kerítéselemre gondoltam, régenben voltak ilyen kerítéselemek, mint hogy kevesebb ilyen kabinát, meg ilyen hülyeség lenne, vagy csak én látom ezt. Meg fence. Ilyennek kell lennie. De nem ilyen drautnak. Jaj, olyan jó megcsináltam volna, akartam volna kerítést. Jaj, mindegy, akkor legyen itt. Ott egy róka. Gyerekek, azt mindjárt megkapjuk. Gyere ide, barátom! Gyerekek, olyat ütünk. Egyből ízik, kakukktojás mindenkinek. Ki ez még csak most halt meg? Ez mindent besztanolog? Vagy miért van ez, hogy így kiütöm őket instant? Oké, és akkor rakjunk bele. Hogy? Kettő darab. Jó, ez nő, akkor ugye lesz majd belőle még. És ez nekünk jó. Itt fogom, ott fog tárolni. Semmi baja nem lesz. Később egyre nagyobb kertünk lesz. Meg lehet, hogy üvegház, meg mindent ki akarok alakítani, de most egyelőre szerintem az úgy tök jó. A izére kéne rákoncentrálni a következő részben. A vízlepárlómat el kéne hozni, és még kellene majd csinálni. Az lehet, hogy el kéne ugranom mindenért is, ami ott van, nem? Lehet, hogy nem fér be, de figyeljetek. Fú, bassze, azt lehet, hogy következő részben. Gyerekek, ne haragudjatok, de annyira rá vagyok függve.
Még annyi, hogy elmegyünk a vízlepárlóért. Úgyis van benne víz most már, várja, hol volt? Elvileg, hogy ha ezen az úton megyek végig, akkor odaérek, ugye? Úgy volt. Jaj, hát nagyon rá vagyok itt, rá vagyok csavarodva erre a játékra, gyerekek. Elvileg ezen az úton végig megyek, és jobb oldalt lesz. Igen, itt van. Nagyon jó, meg vagyunk ezzel is. Ja, fú, a vízlepárló kell. Annak is egy ilyen spotot kellene kialakítanom. Meg hát innen ilyen kéne minden vinni, mert fölösleges. Ez egy csörgő kigyó volt, ha jól hallottam. Ott egy kigyó. Ez kaja? Kaja. Kaja baja. Nem mondod bele, azt hittem belebugolt a betonba. Gyerekek, mindenből is kaját szerzek. Csörgő kigyó, nem hogy menekülnék előle, hanem rólam neki. Na, akkor ezt föl kéne venni. Várjál, először ki kéne üríteni. Pia ügyileg nem vagyunk elerezve. Mik vannak itt? Azt a betya. Jó, hát akkor minden nem kell vinnünk. Viszont ott volt még kettő darab mag. Láttad? Hú, van itt minden is. Modifikációk, vízék, csű, gyerekek. De viszont ilyet le kéne szkrepelnem. Van hús. Ja, az lehet, hogy most jött a hús. Itt van kettő darab még magom, és akkor már mindjárt több lesz belőle. Jaj, de jó lesz, gyerekek. Itt még vannak fegyverek. Nagyon tuti. Kajalapanyagok. Fú, meg minden is van itt, gyerekek. Jó, ide még vissza kell jönnünk akkor. Jaj, basszus, egy izét se raktam, ne hálózsákot az új helyen. Valószínű, hogy lesz majd valami... Minek nevezik azt? Jaj, gyerekek, tudom, hogy már nagyon hosszú videó, de basszus, annyira ráfügtem itt a dolgokra, hogy azt el nem tudom mondani. Most valahogy be vagyok pörögve. Merre kell mennem? Balra. Jó, nagyon imádom. Hát, sajnos el kell búcsúzni, mert tényleg rohadt hosszú lesz a videó. Tök jó vagyunk, tök imádom. Nem a legjobbak vagyunk, mert majdnem meghalt. Basszer, neki durrantottam, öcsém. Majdnem el is romlott a beceklém. Lehet, hogy a beceklit kellett volna választani, megint azt elromlik, akkor majd gyalogó voltok, mi? Ja, tudok még kettő darab izét lerakni. Kettő darab. Nincsen véletlen kávé, az nem lett nálam, csak ilyen sima kávé, az jó. Kávé mag, akkor négy darab kávét tudok. A kávé az jó, mert ugye pia helyett is jó, mert ugye nagyon sok izét ad, itt vizet, meg még ráadásul ugye adja a stamina reget is, úgyhogy tök jó. Azzal nagyon jól el tudsz boldogulni. Most meg viszont annyit kéne csinálni, hogy akkor ezt így végigpróbálgatni az alap dolgokat. Hú, egyébként annyi modifikációm van, meg mindenféle. Majd az eladó cuccokra esetleg, hogyha úgy gondoljátok, hogy hülyeség, amit akarok, akkor nyugodtan jöhet. Oda né, még pénz is van. Az eladó cuccok az például ugye a pénz az alapba mehetne. Oké. Mit akartam? A pénzt akartam ide berakni. Ne tököljék, Keeper. És egyelőre most nagyon gyorsan, hogy akkor már egyszerre nőjenek. A kaja alapanyagokból ezt kiviszem. És... És akkor ezt lerakom. Ugyanúgy, ugye? Oda. Ja, meg a víztisztítőt is ledobom. És akkor azért valamennyi majd lesz. Nagyon tuti. Még ecsetem is van, gyerekek, acsem, minden is. Még bicikli alkalmazabb, meg ilyen hülyeségek. Annak is kellene majd külön doboz esetleg. Oda nézzé. Nincs már négy darab ilyen izajom van. Négy darab ültetvényem meg van, meg akkor ide lerakom ezt a vízlepárlót. Jó távol rakom, elvileg talán nem támadják meg. Így mi? Ezt ide lepakoltam. Lehet, hogy majd csinálok neki egy külön épületet, vagy valami, mit tudom, falak, kerítés, akármi, egyelőre
Funkcióját ellátja, srácok. Funkcióját ellátja. És innen szerintem, most már tényleg az lesz, hogy ezt meg fogom csinálni, ezt a bázist. Ki fogom itt verni, fönn az izéket. Felupgrade-eljük, lerakjuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, itt legyen egy védelem, mert ennek semmi értelme nincsen, hogy nekem ide jönnek, mert ugye, hogyha lenne védelem, akkor tök jó lenne, mert ide jönnek, az homlokon vagdosom őket este. De most nekem ki kell mennem, az történik egy ilyen, vagy ennél még durvább szituáció, akkor nekem messzeltek, srácok, az a baj. Úgyhogy, ja, ez lesz, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, bocs, hogy itt nagyon rápörögtünk a dolgokra, tényleg imádom, nagyon szeretem ezt a játékot, nagyon függöm. Nehogy megjavítsuk. Most már ezt elég gyorsan ki tudjuk verni. Ugye be van modolva is, meg még ráadásul jó, de jó lesz. Ezt kiverem, aztán leomlik a picsába. Meg ugye ki kell vernem itt a következő szinten, és akkor az lesz, hogy kb. Itt egy ilyen két magas, kettő magas oszlopsor lesz, tetejét meg tele rácsozzuk duplán. Ugye alul fölül ráccsal. Ott nem fogok tudni kijutni, ott lelőni tudok, de ugye azért lőfegyver is lesz nálam mindig, viszont alapvetően, sőt, nem fognak tudni fölmenni a tetejére, mert azt csinálom, hogy kilógatom a rácsot így. Úgyhogy az jó lesz. Oké, okay, megvan oldva, kitaláltam mindent, hogy lesz. Hát remélem, hogy működni fog, remélem jobban fog működni mindeddig, viszont annyit fogok csinálni, hogy... Hát tudod, már megint csinálom, és nem hagyom abba a videót. Annyit fogok csinálni, hogy ezt... Nagyon-nagyon gyorsan az összes alapanyagomat kerül, akkor is fölhúzzuk acélre ezeket az oszlopokat majd. Hát remélem, hogy ez működik és nem fognak tudni átjönni közte. Majd nyomunk egy tesztet, gyerekek, jó? Oké, srácok, ja, lesz kávém, azért a kávé az jó. Ja, ezt így egy körbe kiszedjük. Egyébként azon gondolkoztam, hogyha kiszedném végig, így, akkor lehet, hogy leszakadna. De inkább nem kockáztassuk, mert itt összeborítom az egészet a végén meg, ugye? Aztán akkor nekem nem lesz a legvidámabb dolog. Jó, igen, megcsináljuk a felső részt, hogy gyerekek, még ebben a részben van. A következővel! Na, sziasztok, köszi szépen a figyelmet! Köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok, és köszönöm a tanácsokat, és olvasom a kommenteket ezerrel, és pörünk mind a trágyaszóló. Sziasztok!